Pensa alla fine, a chi ci va in Isten császi feleség rajtó úr! Azok nevében íródott ez a levél, akiket már kirakoltatott, vagy akiket szándékozik kirakoltatni a bankok által nyilvántartott tartozások miatt. Ezek a nyilvántartott tartozások nem korrekt elszámolások után született összegeket tartalmaznak, ahogy ezt ön jól ismeri. Tudjuk azt is, hogy ez is csak egy munka. Régen is voltak hóhérok, de ha visszanézi a történelem könyve lapjait, láthatja, hogy mekkora társadalmi megvetések örvendtek. Nincs ez ma sem másként. Önnek az iktatuszán egy ügy és szép summa a bankszámláján, ennyit jelent egy család kilakoltatása. Hadd világosítsam fel, hogy akiket kitesz az utcára, azok hús, vér, emberek, gyermekek, idősek, betegek, nő és férfiak. Ha a lelkiismerettel nem is háborodik fel most ezeken a sorokon, azt azért tudomásokra hozzuk, hogy mi harcolunk és fogunk is harcolni. Egészen addig, amíg meg lesz mindnek a jogtalan kirakoltatások és végrehajtások. Be fogjuk bizonyítani, hogy ön és az önhöz hasonló gondolkodású végrehajtók bűnt követnek el, amikor bírósági végzés nélkül úgymond végzik a munkájukat. Nagyon jól tudja ön, hogy ezek a banki szerződések semmisek, jól tudja, hogy amit csinál, az minimum kétséges, jól tudja, hogy a tevékenységével emberek ezreit taszítja az utcára, a nyomorúságba és a halálba. Akkor miért csinálja? A pénzért valószínűleg. A pénz miatt becsukja a szemét, elhallgattatja a lelkiismeretét. A károsultak szenvedéseit, az áldozatok hozzátartozóit azonban nem tudja elhallgattatni. Addig megyünk, amíg ki nem derül az igazunk, amíg újra a jog lesz a mérvadó, és nem a politika, gazdasági kapcsolódások, addig, amíg a bűnösök meg nem kapják a jól megérdemelt büntetésüket. Több ezren nem mondhatják már a szemébe a véleményüket, rájuk emlékezünk ma, miattuk vagyunk ma itt. Nem hátrálunk meg, mert már nincs veszíteni valónk, és higgy el, az elkeseredett embernél nincs veszélyesebb. Jó gondolkodást kívánunk önnek! Magyar devizahitelesek! Köszönjük szépen Csillának! Csak közelebb jöttem. Kászti Ferenc! Vádolom önt, amiért 2000. október 6-án Stiaszné Éva metróvezető 3. kerületi lakásának a 9. emeletéről a mélybe vetette magát. Délelőtt rendőri kísérettel érkezett meg ön a kilakoltatás lefolytatására. Többek szerint a kilakoltatásra érkezettek rátörték az ajtót a lakásban lévő szerencsétlenre, aki még az ablakon állva megvárta a szobába belépőket, majd lemondóan intve nekik. Levetette magát a halálos mélybe. Mindenkinek vannak álmai. Évának is voltak, melyek nem valósulhattak meg soha többet. Ön elvette. Lélekharang nem szólal meg önben, hanem folytatta ördögi tevékenységét. 77 éves édesanyja, Sziasz Gézáné feljelentéseket Paul Péter legfőgyűvész ügyésznél ismeretlen tettesek ellen, bár a tényeket nem változtat, hogy ön adta ki a kíméletlen parancsot, ajtót betörni. A legfőbb ügyész a főváros 3. kerületi ügyésztének továbbította az édesanyja feljelentését, oda, ahol a tragédia történt. Csak nem 2 hónappal halálleset után Sziasznyi Gézánő nem kapott még rendőrségi jegyzőkönyvet sem a halál körülményeiről. Éva ekkor 51 éves volt. Menj! Siess! A pillanat illóolaj, elszalad! Kialszik a tűz, írta egy udvéri századi költő. És igaz, milyen igazak ezek a szavak. Életek szaladtak el, sok ezer emberi élet. Tüzek aludtak ki,
De nem aludnak ki, mert aludhatott volna ki azonban szívünkben a lány, amit a sors, vagy tán a mindenható pici mécsesként, a devizahiteles és ezzel összefüggésben sok ezer ember emlékezetére gyújtott bennünk. Ezért vagyunk most itt. A harmadik kerületben Sándor szintén 51 éves lépett át a harmadik kerületi korláton. Rajtuk kívül sok ezer devizahiteles is látta az elmúlt években egyetlen megoldásként az öngyilkosságot. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk, mert nincs napkelte kettő ugyanaz. Mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja. Nem írva volt az egyetlen, akit a kilátásra a helyzet végzetes lépésre készített. 10 nappal előtt egy budapesti szintén harmadik kerületi férfi ugrott ki a lakásából, amikor megjelentek a végrehajtók. Ez a férfi 57 éves volt. Nagyon szeretlek, ne haragudj, nem bírom már ezt az igazságtalanságot. Ezt a búcsú SMS-t még elküldte a lányának Éva, majd kiugrott az ablakon. Épp amikor a két rendőr és a végrehajtó belépett a lakás ajtaján, nekik még intett az 54 éves asszony, majd levetette magát. Egy szürke honba tér a föld fia. Nézzétek, ez a nagy tragédia. A legsötétebb, a mindennapos, a szürke életnek komédiája. Tekintsetek sírva rája. Császti Ferenc, ön egy velejéig romlott ember, szakmájának szégyeljele, mert a pénz helykelünk, nem az emberség. Én csak vádolom, de a Jóisten elé állva elnyeri méltóbb büntetését, üzenem önnek. Nem hal meg az, ki milliókra költi. Dús élete kincsét, ám bár napja múl, hanem lezárva, ami benne földi. Egy éltető eszmévé finomul, mely fennmarad, és nőttön nő tiszta fénye, amint időben térben távozik, melyhez kint fel az utódi erénye. Óhajt, remél, hisz és imádkozik. Mint egy lehellet, annyit ér minden ember, aki élhet. Árnyéként jár itt az ember, és bizony hiába vesződik, gyűjtöget, nem tudja, ki fogja hasznát venni. Én azt kérem mindenkitől, hogy éppen ennél a végrehajtónál, aki Magyarország egyik legkorruptabb és legveszedelmesebb végrehajtója, a devizások gyászmenete itt álljon egy perces néma vigyázállásba, megtiszteltetésképpen, és arra való tekintettel, hogy már nincsenek közöttünk. Köszönöm. Papírt az ide. Vigyázz, vigyél a kábert. Még átadnám a szót Debasi Tamásnak a hazérkérdésekért országos szövetségének az elnökének. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ezen a szép napon egy ilyen alkalom volt, folyólag itt kell lennünk ezen a területen, de azt gondoltuk, hogy végre most már a szomszédai is ismerjük meg, tudják meg, hogy ki az a Császti Ferenc. Tudja meg mindenki, hogy Magyarországon létezik egy olyan hatalom, egy olyan szervezet, aki törvény mögé búlva embereket kergethet öngyilkosságba. Szomorúan kell tapasztalnunk, hogy sem a hatóságok, sem a nyomozó szervek, és egyetlen egy olyan hivatalos szerv nem lép fel ellene, és azt csinál a törvény mögé búlva az az ember, amit akar. Elmondom, hogy mindenki tudja, hogy itt a szomszédban, a szomszédban sincs biztonságban, és mindenki keresse meg a Császti Ferencet, tudja meg, hogy a szomszédjában él, és hogy egy milyen ember ellen, milyen ember mellett él. Egy olyan ember mellett, aki nem vett vissza semmilyen gátlástalanság, semmilyen törvényesség nem tart vissza, ő mindenen keresztül gátlástalanul, csak a pénz felhászásán keresztül emberéleteket követelve, követi el gazdettait. Sajnos Magyarországon senki
nem lép fel ellene. Szeretnénk, ha lenne összefogás, és végre az emberek vennék a kezükbe az irányítást, és az ilyen embereket, ha máshogy nem megy, akkor más eszközöket bevetve, kikényszerítve a hatalmat arra, hogy végre börtönbe zárják, és rend legyen, és ne lehessen embernek a törvény mögé bújva gyilkosságokat, emberéleteket, öngyilkosságokat, öngyilkosságot elhajszolni embereket. Ha ezen nem változtatunk, és nem történik itt rövid időn belül valami, év végére nem 3300, hanem akár 5000 ember is lehet öngyilkos, mert ezek a gátlástalan végrehajtók és a végrehajtó kamara ügyvezető alelnöke nem fog leállni, mert neki a pénz kell, nem az ember élet. Ha mindannyian összefogunk, és ezt az embert kisöpörjük, és az ilyen embereket kisöpörjük közülünk, és kikényszerítsük a nyomozó hatóságoktól, hogy végre börtönbe zárják, elkapják, megkapják méltó büntetésüket, akkor lehet továbbiakban élni. Én még tisztelettel és tiszta szívemből gyászolom azokat az embereket, akik lelkileg ezt nem tudták túlélni. Lelkileg feladták és öngyilkosságba menekültek. De ez az ember nem érdemli meg, hogy a magyar főterületén éljen, hogy a magyar főterületén jogokkal rendelkezzen. Ennek az embernek minél hamarabb a börtönben van a helye. Én köszönöm, hogy meghallgattak.